Hát Hali újra itt, egy kis kihagyás után, ahogy megígértem, folytatom a heti vlogokat. Ez itt a 31. heti vlog. Az előző héten vasárnap voltam Körmösnél, úgyhogy ezt most gyorsan megmutatom, hogy milyen lett. A következő esemény kedden volt, amikor is a hematológiára volt időpontom. Ugye ez egy nagy nap lett volna, elmaradt, nem volt az orvos, tehát potyára oda mentem a rendelésre. És igazából azért lett volna nagyon fontos ez a keddi nap, mert aznap döntötték volna el, hogy leállhatok-e a szinkumáról, vagy tovább kell szednem, vagy gyógyszert kell váltanom, vagy stb. Úgyhogy sajnos nem volt a főorvos úr, ezért kaptam egy újabb időpontot augusztus 26-ára, úgyhogy majd akkor kiderül, hogy mi lesz a dolgaimmal. Csak hát egy kicsit azért dühítő, mert ugye hónapok óta már tolódik ez a dolog, és én folyamatosan csak szedem a vérhigítót, úgyhogy már nagyon várom, hogy végre ez kiderüljön, de hát akkor majd 26-án. Ezutáni esemény pedig csütörtökön volt, a babuskának volt egy kötelező oltása, 3 vírust tartalmazott. Nem emlékszek mindegyikre, de ha jól emlékszem, az egyik a mumps volt, a másik meg valami rubeola talán. Úgyhogy azt mondta a doktornéni, hogy most aznap az oltás után nem lehet baja, nem lesz lázas, de viszont az elkövetkező 8-10 napban lehet egy hőemelkedése, meg lehetnek rajta kiütések. Úgyhogy aznap tényleg nem is volt semmi baja, viszont szombaton ilyen kis piros foltocskák lettek a hasán, ezért vasárnap már nem is hoztuk el magunkkal a testvérem fiának a születésnapjára, hanem itthon maradt. Ja, de még volt még egy esemény, ugye szombaton Bogival és Jucival találkoztam, Juciéknál, Vérteskethelyen. Úgyhogy oda mentünk palacsintát sütögetni, meg beszélgetni, meg ilyenek. Tovább a vlog. Igen. A paprikám. Tök olyan kis picikékből, tök jó. Ilyen picikékből néz. Ilyen nagyok lesznek, tök menő. És egyébként Juci párjának van egy gitárja, egyből lecsaptam rá, úgyhogy egy kicsit ott próbált tanítgatni, hogy megtanuljam a boci-boci tarkát. Aztán mondtam Jucinek, hogy ne csináljon rólam videót, de aztán mégiscsak összejött, úgyhogy azt megmutatom. Valaki, hogy csinálja mind a tízúja külön jár. Aztán igazából ennyi volt a szombat. Vasárnapi nap ugye Beninek volt a születésnapja, a tesóm fiának. Baba itthon maradt a Norbival,
úgyhogy csak én voltam. Egyébként 19 éves lett, már Véncula. Úgyhogy kicsit nosztalgiáztam, játszottam a gépén egy cségú menetet, úgyhogy így tökre el voltunk. Úgyhogy akkor ennyi volt a 31. heti vlog. Ezt azért daráltam most el így egyszerre, mert ezt már egy héttel később veszem fel. Úgyhogy akkor majd találkozunk a következő hetiben. Sziasztok!